3, 2, 1, indulhatok! Az azt hiszem, kevesen vállalkoznak, hogy kerékpárhajtású autóversenyezzenek. De a játék és a versengés sok kreativitást csal elő az emberben. Ez ösztönzi az embereket, kihívások vannak, feladatok vannak, amiket, hogyha teljesít az ember, kedve lesz ahhoz, hogy kerékpárra üljön. Szerintem ezek az akadálypályák voltak a legnehezebbek itt, amiket ilyen háromkerekűekkel kell megcsinálni, meg rollerekkel. Meg kell ugye kerülni a bójákat, és ezzel is rutin gyakorlatot szerzünk. Kézzel lábbal hajtható ökojátékokat fejlesztünk, mint amit itt láttatok, hogy biciklivel hajtjuk ezt a kis autópályát, vagy ott van egy másik fajta, ami igazából a mozgásra hívja fel a figyelmet, hogy próbáljuk így közelebb hozni élménnyel, játékkal azt, hogy minél többet mozogjanak a fiatalok. És ezen a ponton találkoztak egymással a célok. Bonyhád város a kerékpározás népszerűsítő programot bonyolított, melyben szerepet kapott a népszerűsítés, a szemléletformálás és a megfelelő kerékpárút kialakítása. Mindez 260 millió forintot emésztett fel. A Két keréken Bonyhádon projektnek a záró rendezvényén vagyunk ma itt, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium általános iskolai tagintézményében. Örömre szolgál, hogy nagyon sok gyerek, nagyon sok osztály vesz részt ezen a mai programon. Igazából itt ügyességi játékokat szervezünk, hogy egy kicsit a kerékpározás szabályait megismertessük a gyakorlatban a fiatalokkal. A projekt első és legfontosabb eleme egy tájékoztató kiadvány, amely a város lakóihoz jutott el minden háztartásba. Ebben leírtuk, hogy mi is ez a projekt, vagyis a Percemor utca felújítása, az nem csak az útfelújítás jelenti, hanem a kerékpáros közlekedésre történő alkalmassá tételét is. Azt minden bizonyal minden bonyhádi már látta, és talán végig is ment már rajta, vagy autó, vagy kerékpárral, hogy a városközponttól egészen az ipari parkig már jó minőségű úton tud közlekedni, és ez kerékpárral is megteheti. A kerékpárra pedig kerékpár nyom, illetve kerékpár sáv, illetve a legvégén pedig kerékpár út hívja fel a figyelmet. A projekt célja az, hogy ezt a hivatásforgalmi közlekedést segítse elő, vagyis hogy kerékpárral minél többen közlekedjenek a városban, és minél több olyan utat építsünk vagy újítsunk fel, amely erre alkalmas. Ehhez a programhoz kapcsolódik az is, hogy a kerékpáros szemléletformálás a diákok körében terjedjen, minél inkább használjanak biciklit, és ez a program egyik része. Én szerintem ez egy útnak az eleje, tehát gyakorlatilag, hogyha itt valóban kiépülnek és összekapcsolódnak a biciklis utak, akkor jobban fogják használni, mint hogyha itt-ott át kell menni a főúton. Az, hogy van megfelelő út, csak az egyik eleme a kerékpározás népszerűsítésének. Fontos a technikai tudás fejlesztése és a közlekedési szabályok megfelelő szintű ismerete is. Ez itt, amint látjátok, egy kresszpálya. A kresszpálya sávokra van osztva, úgynevezett záróvonalakkal vannak elválasztva egymástól a sávok. Mit nem szabad csinálni egy záróvonallal? Átmenni! Nagyon jó, nem szabad rajta átmenni. Ilyen a napi közlekedést érintő kérdések is szerepeltek a gyakorlati és elméleti felkészítésben. Bonyhádi rendőrkapitányság mindig nagy örömmel veszi azokat a városi kezdeményezéseket, amelyben nem csak a rendőrhatóság, hanem a város is próbál a közlekedés biztonságáért tenni, és próbálja az emberek szemléletét pozitív irányban előmozdítani. Ez a kezdeményezés is erről szól, nagy szeretettel vettük a felkérést, hogy nem csak gyakorlati oktatásokat tartunk a gyerekeknek, hanem elméleti oktatások keretein is belül próbáljuk a közlekedési szabályokat, és főleg a kerékpáros szabályokat részükre átadni. Nagyon fontos elmondjam, hogy ugye a kerékpározáshoz és a kerékpár használatához nincsen semmilyen jogszabályi kötelezettség abból a szempontból, hogy bárki kimehet a közútra és közlekedhet a kerékpárjával. És ugye itt a legnagyobb probléma, hogy a gyermekek úgy közlekednek a kerékpárjukkal, hogy gyakorlatilag nem biztos, hogy rendelkeznek megfelelő közlekedési ismeretekkel. Nyilván ez a rendőrhatóság elsődleges feladata, de én úgy gondolom, hogy a szülőknek is nagyon fontos azon elgondolkodni, hogy addig, amíg a gyermekük nem rendelkezik megfelelő közlekedési vagy alapszintű közlekedési tudással, és nyilván egy jól felszerelt kerékpárral, addig a közutakra nem biztos, hogy célszerű kiengedni őket.